reggelt mindenkinek! Madonna della Roccából, Horváth Rita vagyok, hely idegenvezető Tarminából, és szeretném megmutatni ezt a csodálatos környéket. Itt láthatjuk Tarminát alattunk, szembe van velünk a Görög Színház, ott lent a saktábla, mintás kővel kirakott főteret látjuk, a kisebbik templommal, a nagyobbik templommal, és a középkori 13. századi kaputoronnyal. Ott van gyakorlatilag a fő utca, és ha felemeljük a tekintetünket, akkor a horizonton, a fal felé ellátunk egészen Kalábriáig, ami már Olaszország, a szárazföld, a csizmának az orra, és itt egészen balra fönt van a Szaracén vár, egy középkori erődítmény, valószínűleg a keresztes háború korából, mert egy tipikus szentföldi sáncvárról van szó, amelynek a belsőben nincsen semmi, tehát csak körfalak vannak, és arra szolgált, hogy a lakosság oda bemeneküljön veszélyek idején, a jószágaikkal együtt, meg az élelmiszerrel együtt. És most fogják újra megnyitni. 30 évig nem lehetett bemenni ebbe a várba, most állítólag ezen a nyáron megint be lehet majd menni, keresnek már személyzetet is, meg ilyesmi. Még a nagy munkálatokban nem sokat láttunk, hogy az előbb elmentünk mellette. És akkor, ahogy megfordulunk, itt van a lentről is jól látható sziklakápolna. Ezért hívják ezt a helyet Sziklás Madonnának, Madonna della Roccának. Ez egy félig barlang, félig kápolna, és egy Mária jelenés emlékére emelték. Valamikor a 17. században egy pásztorfiú itt eltévedt vihar idején, és bemenekült egy barlangba, és ott megjelent neki a szűzanya, és megnyugtatta, hogy vége lesz a viharnak, és meg lesznek a birkák is, és tényleg így lett. Ezen kívül nagy meglepetésükre az emberek találtak egy kis szűzanyát, a gyermek Jézussal ábrázoló freskó töredéket egy kis sziklafülkében, pont ebben a barlangban. És a hívők szerint ezt ugye nem emberkéz készítette, hanem az angyalok. A valóság az, hogy lehetséges, hogy valami ikonfestő remete élt itt, akiről nem nagyon tudtak az utókor. Szóval ez egy Mária-kegyhely, ide jönnek az emberek zarándokolni, gyógyulni, és egy nagyon kedves kis templomot lehet itt látni.